A világ madártávlatból. A mai epizódban Portugália. Bragançától Almeidáig. Mai utazásunk Portugália északkeleti csücskében, Bragançában kezdődik. Nyugatnak indulunk, Guimarães felé, és egy kastélyhoz, amelyet úgy neveznek Portugália bölcsője. Bragában megtekintünk két lenyűgöző kolostort, majd a tengerpart felé folytatjuk az utat Viana de Castellóba. Nyaralóvárosok mellett elhaladva érünk Portóba, a portói bor hazájába. A szárazföld belseje felé repülünk tovább, ahol szőlőskertek uralják a tájat. Végül megérkezünk a spanyol határon emelt hatalmas Almeida erődhöz. Portugália az Ibériai félsziget egyhatodát foglalja el. Népessége hozzávetőleg 10 millió fő. Spanyolországgal közös határvonala több mint 800 éve, szinte változatlan. Az ország északi részének egy kies, hegyes, völgyes vidéke, Nyugat-Európa egyik legkevésbé felderített területe. A terület legnagyobb városa Bragança, lakóinak száma 35 ezer fő. Fellegvárát Bragança hercegei építették. Ebből a családból került ki 1640-től 1910-ig az összes portugál király, valamint a 19. században Brazília uralkodói. A fallal körülvett fellegvár impozáns látvány. Története a római időkig nyúlik vissza, bár mai formáját sokkal később nyerte el. A falon belül még ma is áll Stanchu, az 1187-ben épült első vár őrtornyaival, tömlöceivel. A vár közepén áll az öreg torony, a Torre de Menagem, amit 1928-ban restauráltak, és ma hadtörténeti múzeumként funkcionál. Bár a jó állapotban fennmaradt fellegvár falai között a mai napig laknak polgárok, az épületek többségében kézműves üzletek és kávézók várják az ide látogató turistákat. A város körüli tájat kis falvak és gazdaságok petjezik, melyek körül egy különleges tölgyfajta nő, melynek kérgét lehántják és dugót készítenek belőle. A kéreg később visszanő, így természetes, fenntartható iparág épülhetett rá. Nyugat felé a táj vad és elhagyatott. Az évek során elnéptelenedett, a lakosok a jobb élet reményében délre vándoroltak. Az itt maradtak élete mindennapos küzdelem ezzel a barátságtalan vidékkel. A környéken festői, kőházas falvak kapaszkodnak a dombtetőkön. Ez a terület szolgált menedékként a múltban számos politikai és vallási üldözött számára, akik könnyedén el tudtak itt rejtőzni. Az ide látogató turista számára pedig ez a gyönyörű vidéki Portugália, ahol még ma is a leghagyományosabb, legszínesebb fiesztákat tartják az országban. A helyi lakosoknak nyugalmat és a fárasztó mindennapokból való kiszakadást jelenti. Innen nyugatra találjuk a Peneda Gerês Nemzeti Parkot. 1871-ben hozták létre, amikor a terület állat- és növényvilága a nemzetközi érdeklődés központjába került.
Ez Portugália egyetlen nemzeti parkja. A kopárhegy csúcsokkal szabdalt végtelen vadon területe csaknem 800 négyzetkilométer. Rendkívül változatos klímájáról és tájairól ismert. A park átmeneti zóna a mediterrán és az eurószibériai régiók között. Ennek eredményeképpen olyan növények is élnek itt, amelyek ritkán vagy egyáltalán nem fordulnak elő az ország többi részén. Az egyik fő cél az oktatás és az ellenőrzött turizmus. Számos túraösvény szeli át a parkot, melyek különféle élményeket kínálnak, geológiaitól az ökológiaiig. A területet egykor barna medvék és vadkecskék népesítették be. A park mára két nagy ragadozó, a farkas és a királysas utolsó menedékévé vált. A táj fontos jellemzője a víz állandó jelenléte, sűrű esőzések formájában, gyakori látvány a vízesés. Ezek több a parkot átszelő folyót táplálnak. A folyók víztározókba torkollanak, amelyek durván 30 mérföld hosszan húzódnak a Nemzeti Park déli határán. Ezek a magas gátak nagy tavakat hoznak létre, melyek magukhoz vonzák a vízi sportokat, az üdülőket és a szállodákat. A legnyugatabbra fekvő víztározó a Canyesade-tó, amely szinte beékelődik a Peneda-Gerês Nemzeti Parkba. A Cavado folyót eltorlaszoló gát három völgyet árasztott el, így nem csak üdülő területeket hozott létre, de ivóvízzel és hidroelektromos árammal is ellátja a területet. 25 kilométerre délre találjuk Guimarest, Portugália egyik történelmi városát, amelyet az UNESCO a világörökség részének nyilvánított. Központjában egy kastély áll, és a Bragança hercegek palotája. Az épület a 15. században épült eredeti palota helyreállított változata. A 19. század során lakatlanná vált, miután a bragánszák elköltöztek Guimarestből. Az épület nagy részét a helyiek építőanyagnak használták fel saját házaikhoz. A stílus egyértelműen francia hatást mutat, ami valószínűleg a Bragança család ősi burgundiai ágának hatása. A palota közelében találjuk a Guimaresi várat, amely egy hegy tetejéről néz le a városra, s szögletes sziluettje uralja a város horizontját. Építése a 10. század körül kezdődött, célja, hogy megvédje a közeli monostort a mórok és a normannok támadásától. A vár a 12. században, miután királyi rezidencia lett, jócskán átalakult. A legenda szerint itt született Alfonso, Portugália első királya. Ezért is nevezik a várat Portugália bölcsőjének. A mellette álló palotához hasonlóan a vár is elnéptelenedett a 19. század során, és kis híján le is rombolták. Szerencsére ez nem történt meg, és felújítása után 1910-ben nemzeti műemléknek nyilvánították. A vár és a kastély egyaránt fontos része Portugália örökségének. 12 kilométerre északra találjuk Braga városát. Dombjának tetejéről két rendkívüli kegyhely néz le a házakra. Az egyik a Santuário de Chameiro, az egyik legfontosabb és legnépszerűbb búcsújáró hely Portugáliában. 1863-ban épült neoklasszicista stílusban a szeplőtelen fogantatás tiszteletére, de csak 120 évvel később, az 1980-as években fejezték be. Az impozáns felhajtó tetején két oszlopot találunk, melyek a Szűz Mária és a Jézus Szent Szíve szobrokat tartják. Nem messze, ugyanezen a dombon találjuk a másik kegyhelyet. Ez a Bom Jesus do Monte, ami azt jelenti Jó Jézus a hegyről.
Az épület a 18. században épült, és legjellemzőbb vonása a kettős barokk lépcső, amelyet Szent útnak szántak építői. A hívek a lépcsőn felmászva sorra haladnak el a keresztút stációi mellett, hogy vezekeljenek és elmélkedjenek. Több nyolcszögletű kis kápolnát építettek, melyek a szenvedéstörténetet követő jeleneteket ábrázolják. A két cikcakban haladó lépcsősort a három teológiai erénynek szentelték, a hitnek, a reménynek és a szeretetnek. A lépcsők keresztezésénél épített kis szökőkutak a hívek megtisztulásának eszméjét tükrözik. A mai kegyhely építése 1781-ben kezdődött, több korábbi templom helyére. Az első 1373-ban épült. A stílus neoklasszicista, ami akkoriban igen divatos volt. A 19. században siklópálya épült a lépcső mellett, hogy a templom könnyebben megközelíthető legyen, ez még ma is működik. Tíz mérföldre nyugatra találjuk a tengerpartot és Viana de Castello kikötőjét. A várost harmadik Alfonz király alapította 1253-ban. Portugália mindig is jó viszonyban volt a tengerrel, és a 15. század legkiválóbb felfedezői is portugálok voltak. Például Vasco da Gama, aki 1498-ban elérte Indiát. Ebből a kis kikötőből indult el számos kevésbé ismert hajós is, hogy új világokat fedezzen fel. Egyikük feltérképezte az afrikai Kongót, egy másik a kanadai Új-Funland körüli, halban gazdag vizeket rajzolta fel a térképre. A nyugati parton délfelé repülve számos üdülőhelyet találunk a homokos part és a kristálytiszta tenger mentén. Népszerű hely a környékbeli lakosok körében, akik ki akarnak szakadni a közeli városok nyüzsgéséből. A terület neve Costa Verde, jelentése zöld part, ahol ma már semmilyen ipari fejlesztést nem engedélyeznek, ami korábban megengedett volt. Itt Leca de Palmeirában áll az ország egyik legnagyobb olajfinomítója. Tengeri pára burkolja be a Douro folyót, melynek torkolata másfél kilométer szélesre nyílik. Ez az Ibériai félsziget egyik legfontosabb folyója, csaknem 900 kilométer hosszú. Torkolatánál fekszik Portugália második legnagyobb városa, Porto. A város Európa egyik legrégibb központja. A rómaiak idején Portus Calénak hívták, ami arra utal, hogy innen származik az ország neve, Portugália. A 11. században a város a Szentföldre tartó keresztes lovagok ellátásából profitált, 4 évszázaddal később pedig az újonnan felfedezett földekről hazahozott vagyonokból gazdagodott meg. A városra nyíló legszebb látkép a 18. századi Torredos Clérigos toronyból nyílik, ami 75 méteres magasságával az egyik legmagasabb épület Portugáliában. A toronyból tisztán látható a folyó, ami évszázadok óta a város ütőere. Innen indult el 1415-ben tengerész Henrik herceg, a portugál király fia, hogy feltárja az észak-afrikai partvidéket, amivel elindította a nagy felfedezések korát. A kikötőbe már nem érkeznek a távoli vidékek kincseivel megrakott hajók. Helyettük turistahajók szállítják az utasokat fel és le a folyón. A hajók, amelyeken utaznak, az úgynevezett Barcas Rabelusok másolatai, melyek hordóiban szállították a város mai napig leghíresebb áruját. Ez az áru a portói bor, amit a városról neveztek el. A hajók a várostól feljebb eső szőlőskertekből szállították ide a hordókat. Ez az épület együttes Vila Nova de Gaia-ban a portói bortermelés szívében áll. Ezekben az épületekben érlelődik a bor. Több mint 50 vállalat dolgozik ezeken a keskeny utcákon.
Napjainkban modernebb stílusú házakban készül a népszerű ital, melynek gyökerei a 17. században nyúlnak vissza. Hírneve egy brit borkereskedőnek tulajdonítható, aki Portugáliába küldte fiait, hogy borlelőhelyet keressenek. Találtak is egy monostort, ahol az apát az erjedés egy szakaszában brandyvel dúsította a helyi bort, így a portóihoz igen hasonlatos italt hozott létre. Portót a hidak városaként is ismerjük. Az első híd 1803-ban épült, de 3 évvel később a spanyolokkal és a franciákkal vívott háborúban elpusztult. Csak 1877-ben épült meg a francia Gustave Eiffel az Eiffel-torony építésze tervei alapján a Donna Maria Pia vasúti híd. 1991-ben vette át helyét a São João híd. A Domlois hidat Eiffel egyik társa építette. Felső szintjén vasút, lent pedig a közúti forgalom halad. Akkoriban ez volt a világon a leghosszabb ilyen típusú híd. Amikor 1963-ban a folyó torkolata közelében megépült az Arábida közúti híd, ez volt a leghosszabb betonboltozatos híd a világon. Majd 1995-ben elkészült a Freixo híd, amely az autópálya forgalmát viszi délfelé Lisszabonba. A legújabbat, a Pont do Infant hidat 2003-ban fejezték be. Portótól keletre a táj hegyvidékessé válik, kis falvakat vesznek körül a teraszos művelésű földek. Portugáliában a mezőgazdaság kis és középméretű családi gazdaságokra épül. Ahogy korábban láthattuk, sok helyen parttölgyeket ültetnek. Itt készülnek a parafadugók a környező szőlősök számára. Az egyik ilyen szőlészetben készül 1940 óta egy közismert bor, a Mateus Rosé. A különleges gömb alakú üvegek címkéjén a Mateus palota képe látható. A palota 1745-ben épült, és a portugáliai barokk építészet egyik legtökéletesebb példájának tartják. Az épületbe beleágyazva egy kis családi kápolnát találunk. A házat ugyanebből a korszakból származó francia kertek veszik körül. Az épület együttest Niccolò Nassoni olasz építész tervezte, aki élete hátra levő részét Portugáliában töltötte, különböző megbízásoknak elegettéve. A ház ma egy alapítványé, amely kulturális tevékenységeket fejleszt a zene, az irodalom és a vizuális művészetek terén. A Douro folyó, amely a spanyol hegyek között ered és Portónál ömlik a tengerbe, a világ egyik legérintetlenebb, leggyönyörűbb folyója. Portótól keletre egy szakaszán 2001-ben az UNESCO az egész területet a világörökség részének nyilvánította a kulturális tájkép kategóriában. Gondozott szőlőtőkék gyönyörű mintákat rajzolnak a folyóhoz vezető meredek lejtőkön. A folyón turistahajók cirkálnak lassan fel és alá, hogy a turisták befogadhassák a gyönyörű látképet, ahol évszázadok óta termelik a borszőlőt, a legfontosabbat, a portóit. A portói egy portugál bor, amelyet kizárólag a Douro völgy régiójában készítenek. A bor teljes neve Vino do Porto, ami a 17. századból származik, ekkor kezdték terjeszteni Porto kikötőjéből. A bort az Aguardece nevű természetes szőlőpárlattal dúsítják, hogy leállítsák az erjedés folyamatát, így magasabb cukor- és alkoholtartalmú desszert bort kapnak. A portói jellemzően gazdagabb, édesebb és nehezebb más boroknál. Alkoholtartalma pedig 19-20%. Az ital a 18. század során vált rendkívül népszerűvé Angliában, a Franciaországgal vívott háborúk miatt, ami befagyasztotta az ottani borkereskedelmet. Ezek után az angol hajósok Portóban kerestek új lehetőséget.
Még ma is kereskednek itt olyan nagy hírű vállalatok, mint a Cockburn, a Croft, a Sandeman és a Taylor. A portói ára a 10 fontos olcsóbb változattól a több száz dollárt érő vintage, azaz évjáratos borokig terjed. Távolodunk a folyótól. A táj itt már kevésbé termékeny, száraz, kővel borított vízmosásokkal szabdalt. Már csupán 15 kilométer választ el minket a spanyol határtól, és a széles fennsíkon egész sor várat találunk, melyek már a 13. század óta védték a határvidéket. Az egyik hegy tetején találjuk meg Castelo Rodrigót, az erőt falut. A vár a 13. század végén épült, és a következő évszázadokban története cseppet sem volt békés, mivel Portugáliában polgárháború dúlt, és a váron csak úgy, mint a benne található falun, jól láthatók a területi viták jelei. A falu körül kanyargó várfal nagy része ma is látható, és a mostani békésebb időkben meglepő ötletként tetőkertet is építettek az egyik őrtorony tetejére. A 16. században Fülöp spanyol király elfoglalta a falut és a várat, és a helyi portugál kormányzó a spanyolok oldalára állt. 1640-ben a spanyolok kivonulása után a helyi lakosok a kormányzó ellen fordultak, és felgyújtották a palotáját. Ezek a romok tanúskodnak a kormányzó árulásáról. Tizenöt kilométerre délre találjuk Pinyel várát, amely egykor a határmenti erődök hálózatának kulcspontja volt. A 13.-14. század során veszélyes helynek számított ez a vidék. Gyakoriak voltak a spanyol betörések, és a lojalitás is gyakran megoszlott. A Pinyelhez hasonló várakat gyakran megtámadták, ostromolták, majd újraépítették. A Pinyelt és a várost körülvevő fal ma is áll, csak úgy, mint két torony a korábbi hat közül. Csaknem öt évszázaddal később, a 19. század elején, a napóleoni háborúk során a várat franciák foglalták el. Megszállták Spanyolországot, és Portugáliával is ez volt a szándékuk, ám a portugál és brit erők végül megakadályozták ezt, a későbbi Wellington herceg vezetésével. Összesen 20 határmenti vár élte túl az időt, és emlékeztet minket a több évszázados viszályra. A két megmaradt toronyból kelet felé nézve látható az egyik legnagyobb erőd, az Almeida, amely mindössze néhány kilométerre található a határtól. A 18. századra két fő erőd védte a portugál határt. Délen az Elvas, itt északon pedig az Almeida. Az erődítmény mai formáját a 17. században nyerte el, és a spanyolok építették az akkor legújabb stílusban, miután a korábbi várat lerombolták. A romok köré hat bástyát építettek, s egy a sziklába vájt száraz árkot. Akár 100 ágyúval is védhették, melyek némelyike védett állásokban, az ellenséges tűztől védetten helyezkedett el. 1810. augusztusában a portugál és brit erők csapataik Spanyolországból való kivonására kényszerültek a hatalmas francia hadsereg elől. Wellington ekkor Cox ezredesre bízta az Almeida védelmét, amíg csapatai biztonságosan vissza nem vonulnak. A franciák nagy erőkkel megrohamozták az erődöt, de az ellenállt. Augusztus 26-án éjjel azonban az egyik francia ágyúból kilőtt ágyúgolyó véletlenül a régi várudvarába zuhant. Ez begyújtott egy puskaporcsíkot, ami miatt felrobbant a pincékben kialakított raktárban tárolt 75 ezer kilogramm puskapor és több mint 1 millió gyalogsági lőszer. Egy szemtanú szerint megremegett a föld, és kavargó tűzrózsák löveltek ki az erődből, mint vulkánból a láva.
Kőtömbök repültek a levegőben, és még a lövészárkokban megbújó francia katonák közül is többen áldozatul estek. A lőszer nélkül maradt Cax ezredes két nap múlva kénytelen volt átadni Almeidát. A remélt néhány hónap helyett mindössze 5 hétig tudta tartani az erődöt. Almeida ma Portugália viharos múltjára emlékeztet minket. És tökéletes hely ahhoz, hogy befejezzük mai utazásunkat. Narrátor Bertalan Ágnes, magyar szöveg Varga Marian, szerkesztő Nevelős Zoltán, munkatársak Csaba Tamás, Nagy Anna, Csorba Éva. A magyar változat az MTVA megbízásából a Syncton stúdióban készült 2018-ban. Stúdióvezető Csaba László.